Jó reggel kívánok azoknak, akik most ébredtek. Ez a Start Plus, és úgy látszik konferencia szezon van, mert ma reggel már kettőről beszéltünk, és mindjárt itt a harmadik. A civil szervezetek szerepéről és hatalmáról szervezte meg a Méltányosságpolitika Elemző Központ a konferenciát tegnap. És Zsolt Péter kutatási igazgató a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mire jutottak Magyarországon? Jelenleg milyen a civil szervezetek, a civil szféra helyzete? Régen szerintem a média is, meg az általában a társadalom is azt várta, hogy a kormány túlhatalmát majd megoldja egy ellenzéki politikai erő. Most pedig a közvéleménykutatók, meg a kutatócégek egyre többet foglalkoznak a civil szervezetekkel. Régen azt gondolták, hogy majd a civil szervezet ad egy politikai ellenpólust. És a régent úgy értsük, hogy a rendszerváltás után? Nem, én ma 2010, a Fidesz győzelme már régi történet. Visszamehetünk a rendszerváltás utáni időszakra is, hogy akkor mi a helyzet, de most szerintem ez az érdekes, hogy 2010 után elkezdődött egy olyan gondolkodás, hogy na, mi tudja megállítani a politika túlhatalmát, és ezt volt, aki a civilek belátta, tehát hogy ezek a mozgalmak majd kiforják magukat, és lesz belőlük egy politikai egység. És ez sose következett be, mindig szétestek ezek a civilek által létrehozott tüntetések vagy egységek. Hát illetve volt olyan, itt van például a Milla, ami az egyik első ilyen típusú reménység volt sokak számára, hát, amiből valóban lett végül is politikai szervezet. Igen, de ez nem fogja leváltani a kormányt, ez a politikai szervezet. Tehát én azt láttam, hogy mindig kifullad a reménykedés, hogy a civil szervezetekből lesz valami olyan politikai szervezet, amelyik képes ellensúlyt képezni. És akkor arra kellett rájönnie, szerintem mindannyiunknak, hogy nem ez a civil szervezeteknek a feladata. Hanem, tehát hogy ezt nem várhatjuk tőlük. Viszont azt várhatjuk tőlük, hogy tényleg ellensúlyt képezzenek a mindenkori hatalommal, és aztán, hogy a hatalmi elitek, politikai elitek hogyan oldják meg a kérdést, ez egy más dolog. Tehát akkor mi is a civil szervezeteknek a felelőssége? Ugye ez volt ennek a konferenciának is a kérdése. És tulajdonképpen két válasz született. Az egyik az úgy szólhat, és ez éppen Antal Attila fejtette ki, hogy megszűnt a politikusok, a mai politikai elitnek a felelősség teljes politizálása. Mondjuk ezzel biztos van, aki vitatkozna, de ez egy tézis. És ezt veszik át a civilek, akik elkezdenek mondjuk egy szakmában az oktatás feladatairól, az egészségügy feladatairól, a társadalmi felelősség szintjén gondolkodni, mintha a politika nem tenné ezt, hanem hatalmi logika alapján dolgozna. Tehát ez volt az egyik állítás. A másik állítás pedig, ugye ezt én fogalmaztam meg, hogyha nem azt kell várnunk a civilektől, hogy ők képezik az új hatalomnak a magját, hanem azt kell várnunk tőlük, hogy ellensúlyt képezzenek, akkor ezt az ellensúlyt akkor tudják kifejteni, vagy akkor lesz igazán erős, ha nem valamilyen társaság, ilyen érdekvédelmi szövetségé alakul, hanem általában a mai helyzetben a győztes és vesztes civilek, akik közel állnak a kormányhoz, illetve akik mondjuk üldöztetettek, mert ilyenek is voltak az utóbbi időben, ezek a saját érdek, nem a saját érdekük mentén, hanem a társadalmi felelősségük mentén egymásra találnak. Erre lehet azt mondani, hogy ez naív elképzelés, ugye? Tehát, hogy most miért állna le beszélgetni egy cöfös, egy transzparencivel mondjuk, egy bizonyos kérdésben, mert hogy olyan messze vannak egymástól. Én azt gondolom, hogy azt már látjuk, hogy naív elképzelés volt a politikai elittől várni azt, hogy alapvető társadalmi problémák megoldódjanak, akkor próbálkozunk ezzel a másikkal. Ugye amikor civil szféráról beszélünk, meg civil szervezetekről, akkor azért alapvetően, ha jól érzem, kétféle civil
fogalmat használunk. Az egyik azok a politika közeli civil mozgalmak és a politikát kontrollálni szándékozó adott esetben, mondjuk a Transparency esetében, akár nemzetközi civil szervezetek esete, ami kifejezetten ebben a fajta közéleti térben érdekes, de ott van még az a rengeteg civil szervezet, ami mondjuk a kerékpárosok érdekképviseletétől kezdve az egyéb partikuláris akár érdeklődési köröket is megjelenítheti, ami adott, tehát egy szerencsés esetben egy nagyon sokféle, sokszínű, sokféle szervezettségi szinten működő civil társadalmat jelent. Önök viszont, mintha arról beszéltek volna egyrészt a tegnapi konferenciára készült vitairatukban, meg tegnapi konferencia során is, hogy ezt a fajta civil társadalmat, sőt a társadalom egészét az utóbbi években a politika, vagy konkrétabban a kormány egyszerűen foglyul ejtette. Igen, van egy ilyen tézis, hogy nem csak a civileket, hanem általában a társadalom, van az esetben, hogy a politika mindenre rátelepszik, akkor egy fogoly állapotba kerülnek, vannak különböző fokozatai. Ezt el lehet képzelni egy lejtőnek, ahol süllyedhetünk bele egyre inkább abba a helyzetbe, hogy már semmiféle önálló gondolata nincs egy civil szervezetnek, mert mindig azt várja, hogy mit mondanak neki fölülről, hogy mit képviseljen. Hát azért ilyen súlyos helyzetben nincsen Magyarország. A biciklistáink például azt szeretnék, hogy a Margit híd az biciklizhető legyen, és ezért mindent megtesznek, mert ők ebbe vannak beleszeretve. Aztán, amit elkezdett mondani maga is, hogy annyi féle civil szervezet van, kicsi, nagy és mindenféle, ez egy fontos gondolat, mert és ez a konferencián is az egyik fő csapása volt a beszélgetésnek, mert hogyha a médiából vagy a közéletből figyeljük meg a diskurzust, hogy mire vonatkozik a civil, akkor talán belecsúsztunk egy rövid időbe abba, hogy vannak azok, akik külföldről kapják a pénzt, és vannak, akik magyar pénzből dolgoznak. És ez egy kategória rendszer, mint ahogy a kutatóintézetek közül is vannak, akik kormány közeliek, és ezért kormánytól kapják a pénzt. Ez már egy ilyen hitelességi kérdésé válik, hogy kinek honnan jön a pénze. De ez csak az egyik kategória rendszer, és azon kívül még vannak azok, amikről érdemes beszélni, hogy hányféle kategóriaként lehet csoportosítani a civileket, és akkor ez egy nagyon kaleidoszkopikus képet ad ki, nagyon változatos képet ad ki. Ez a kép, ami Magyarországon látszik, mennyiben hasonlít a kelet-európai hasonló történelmi előzmények után lévő társadalmak civil szférájára? Hát itt Közép-Európa sokban hasonlít egymásra. Meg lehet egy ilyen tengelyt is húzni, ami nyugattól megy keletre, és akkor azt lehet látni, hogy ahogy megyünk az ortodoxabb társadalmi struktúrák felé, tehát vallási oldalról is meg lehet közelíteni ezeket a társadalmakat, annál inkább viselkednek úgy az emberek, hogy nekik alkalmazkodniuk kell a hatalmon lévők elképzeléseihez, és az önálló gondolataikat, azokat nem kell mindenáron nagy dobra verni. Tehát ez a fajta foglyul ejtettség, ez arra kell rájönnünk, hogy ez nem az elitből származik csak, hanem a társadalom engedelmességi hajlandóságából származik. És azok a társadalmak a szerencsésebbek, ahol a mindenkori hatalmi elitnek van valamilyen ellensúlya. Ez az ellensúly lehet más elitből is rekrutálódhat, de azt lehet megfigyelni, hogy a parlament kicsit kezd kiüresedni mindenütt. Nyugat-Európában is válságban van ilyen szempontból a liberális demokrácia. Tehát a parlamenti pártoknak a küzdelme sokkal inkább áttolódik a politikai elit és a társadalom közötti küzdelemre, ha tetszik, így is lehet fogalmazni, és a társadalomnak az autonómiájától, energiájától és szervezettségétől függ az, hogy végül is egy ország mennyire lesz sikeres. Köszönöm szépen, hogy eljött.